Kerekes úrval azért két dolgot azért meg el kell mondani, régóta ismerjük egymást, még a zöld erdőkör keretében Molnari erdőn is jártam, de egy ilyen nagyon megtisztelő, mert végül is egy ilyen kis település, hogy az egyetemről lejönnek, ez elég ritka szokott lenni, ő viszont ezt megtette. És azért még egy dolgot hozzá szeretnék tenni, annak idején, hogy a rektor helyettes volt most ugyan nem az, viszont most történt éppen azt mondom, hogy két hete egy nagyon örömteli esemény, mégpedig a Kerekes urat meghívták Lengyelországba, és szerintem mindentől azt a két szót inkább tegye hozzá, mert ugyanis amihez itt is sok szeretettel szeretnék gratulálni. Lehet, hogy ez az első előadás, ahol tudatos és gratulálnak ehhez hozzá. Márpedig az, hogy díszdoktorrá avatták a Varsói Közgazdasági Egyetemen. Csak átadom a szót. Köszönöm szépen. Én hezitáltam, elvileg angolul volt meghirdetve az előadás, de miután a többség magyar, a szlájdjaim angolul vannak, tehát akik ugye nem tudnak magyarul, azok a fordítást, meg a szlájdokat nézhetik angolul, de elég nehéz lenne azoknak, akik magyarok, és csak a tolmácsolás alapján érteni, hogy miről akarunk tulajdonképpen beszélni, tehát elnézést kérek, ez a kétnyelvűség, ez mindig problémákat okoz. Tudom, hogy amit most éppen vetítek, az nem látható, de egy dolog látható rajtalán, hogy van ez a úgynevezett hokiütőszerű görbesereg, ugye? Tehát ha megnéznék szépen sorba, akkor ez a hokiütőszerű görbesereg azt mutatja, hogy van egy nagyon érdekes dolog az emberiség történetében, hogy van egy 50-100 év, ami alatt minden elkezdett exponenciálisan nőni. Mi olyan is, amiről egyébként pedig azt hittük, hogy nem fog. Ez az egyik például, hogy azt hittük a 70-es évek elején, amikor én elkezdtem tanítani az egyetemen, volt egy Leontiev nevű közgazdászati papír nélküli irodáról beszélt, mert jön az információs technológia. Aztán mindegyikünk tudja egyébként, hogy jött a másológép, meg a printer is, és ahelyett, hogy kevesebb papírt használnánk, azokkal sokkal több papírt használunk. De nyugodtan lehet mondani, hogy minden nőtt, ugye leszemítve egy dolgot, nevezetesen a fotoszintézist, mert az csökkent olyan 20%-ban. Most az az egy, aminek nőni kellene, hiszen az emberiség lélekszáma nő, és ugye a lépjünk egyet, és hogyha nézzük, akkor ugye azt mondjuk, hogy izgalmas módon mindig azt szeretnénk, hogyha csökkennének a nyersanyag energia felhasználások, erre azért volna nagy szükségünk, mert az emberiség lélekszáma nő és egy véges földön él. Ugye hogyan lehet ezt a történetet összehozni? Most ugye, hát itt tudom, hogy vannak franciák, a franciáknál ez a rózsaszín más jelent, a magyaroknál ez egy optimizmus. De valami optimista legyen rajtam, ugye ez a rózsaszín ing, ez optimista. Egyébként, amit mondok, az a sajnos eléggé pessimista lesz. Én majd nyugodt, Péter, nagyon egyszerűen lenne. Tehát, hogy valaki nézi ezt az ábrát, megint nehezen látható, de azért az látható, hogy olyan érdekes országok, amelyekről mindenki meg van győződve, hogy nagyon környezetbarátok, például mondjuk Finnország, szóval úgy a fenében az, hogy kb. Kétszer annyi egyfőre jutó nyersanyag és energia felhasználással éri el azt az életszínvonalat, ugye, amit mondjuk elér, mit tudom én, Olaszország. Most lehet mondani persze, hogy nyilván azért, mert ott hideg van és rengeteget kell fűteni, de valaki megkeresi itt hirtelen Svédországot, ugye itt vannak, akkor látszik egyébként, hogy a fénynek valamit ugye elkövettek, és amit elkövettek, az tulajdonképpen az, hogy eszméletlen gyorsan kezdtek el növekedni, nagyrészt ugye a Nokia-nak köszönhetően, és ez a gyors növekedés egy hirtelen életszínvonal növekedést jelentett, és mindent kisegítettek. Ugye régen ültek a szaunában, most fekszenek a szaunában, és ez egyébként azt jelenti, hogy eszméletlen mértékben megnőtt a nyersanyag felhasználás. Most ugye ez egy ijesztő dolog, mert időközben persze vannak a Földnek olyan részei, ahol meg az emberiség lélekszáma nőtt meg, és mit fogunk tenni, ha ezt ugye így folytatjuk. Na most ez a... Én inkább mondjuk a másik irányba inkább. Na most ugye a helyzet az, hogy belekeveredtünk egy válságba, és ugye a probléma az, hogy világosan látszik, hogy valamit meg kéne változtatni, és valami miatt egyébként a gazdaság erre képtelen. Tehát ha megnézzük ugye ezt az urat, ugye ez a UNDP-nek, az ENSZ, ugye
fejlődési szervezetének a vezetője, akik terjesztik ugye az ígéret szemeszét az országba, én is voltam egy ideig alkalmazottja, és ő arról beszél, ugye, hogy tulajdonképpen olyan autókat kellene gyártani, amik keveset fogyasztanak, mert az autóipar az rengeteg foglalkoztatási lehetőséget jelent, ugye világos egyébként, hogy kisebbet kellene fogyasztani, az is világos egyébként persze, hogyha valaki kiszámítaná, hogy ez az úr mit tanácsol, akkor tudná, hogy az a 3 milliárd ember valahol ott a Ázsiában, ha elkezdene ugye bicikli helyett autóval közlekedni, teljesen mindegy, hogy milyen keveset fogyaszt az autó, vége a világnak. És nagyon sokat beszélünk ugye a megújuló energiáról, beszélünk a fosszilis energiahordozóknak a kimerüléséről, de igen, de leginkább arról beszélünk ugye, hogy ugyanazzal a módszerrel szeretnénk ma is megoldani a gazdasági válságot, mint amivel annak idején kényszerűen ugye 1930-ban akarták megoldani. 1930-ban 2 milliárd ember élt a Földön. A jó öreg Keynes azon panaszkodott, hogy tulajdonképpen ez egy átmeneti állapot, nincs semmi baj, ő nagyon optimista volt, hiszen ennek vége nem fog megduplázódni a Föld lakóinak a száma, akkor 100 év alatt duplázódott meg, nem fog megduplázódni, a 2 milliárd az egy nagyon magas szám, még egy kicsit nő, de már nem olyan sokat, meg nem lesznek háború. És akkor egyébként a britek jobban fognak élni évről évre. Most ugye nagyon érdekes, hogy a jó öreg Keynes ugye mindenbe tévedett, tehát nem csak, hogy megduplázódott, most már 3,5-szer annyian vagyunk, 9 milliárd lesz, és egyébként nem csak, hogy jött a második világháború, hanem ugye lehet tőle félni, hogy még mi minden fog bekövetkezni. Egyben viszont nem tévedett, a britek napról napra tényleg jobban éltek az elmúlt 50, ugye most már inkább 80 esztendőben, és most megint megtorpantunk egy kicsit, és a kérdés az, hogy merre van előre, merre felé menjünk, ugye? És ez az úr azt mondja, ugye, hogy gyere már ki és költsd el a pénzedet, mert ha nem költöd el, akkor a gazdasági recesszió állandósul, a világ tönkre megy, nem vagyunk képesek ugye fejlődni. Na most ugye a helyzet az, hogy ez a dolog nagyszerű, még nyomogass őket, minden így jobb lenne, ha előjönne. Igen, tehát világosan látszik, ugye, hogy van egy nagyszerű állapot a megújulók számára, az egyik, hogy elszálltak a kőolajára, és valamikor régen, amikor kezdtük a megújulókat, akkor azon panaszkodtunk, hogy igen, túl olcsó az olaj, ugye az amerikaiakat kértük, hogy adóztassanak, ők ugye nem akartak adóztatni, mert az amerikai elnökök ezt valamiatt nem szeretik. Az olajának ugye 100 dollár fölé mentek, ez nagyszerű, de ha megnézzük, ugye a szén-dioxid emisszió is elkezdett elszállni, és ugye egy nagyon izgalmas történet van, hogy egyesek azt mondják, hogy elfogy az olaj, ez a baj, meg drága az olaj, ez a baj, és mások meg azt mondják, hogy hát az a baj, hogy amit 2,5 milliárd év alatt a fotoszintézis összegyűjtött szén-dioxidot, ugye, ha ezt most hirtelen 100 valány év alatt kiengedjük, ugye akkor megfőzzük a Földet. És akkor vannak előrevesések, amik arról szólnak, hogy hát akkor elkezd a klímánk hasonlítani a Vénuszéhoz, mint amilyen volt valamikor régen, és ennek az lesz a vége, hogy mondjuk például 60-100 Celsius fok fölé megy az átlagkörülséget, a víz fölforr, elpárolog, mi megnézünk majd, mint a moziban. Mindenki azt gondolja egyébként, hogy ez teljesen van ostoba elképzelés, de ki lehet számítani, 2,5 milliárd évvel ezelőtt, ugye körülbelül így nézett ki a Föld, elkezdődött ugye a fotoszintézis, és ez a fotoszintézis az, aminek köszönhetjük egyébként, hogy ma ilyen kedvező klímákban is, nem olyan, mint a vírus, ugye? Tehát kiszökne a víz, mert mindenféle bajok lennének. Most ez nagyon érdekes, hogy valaki megnézi, ugye akkor, ha azt mondjuk, hogy 12 óra a Föld történet, ebből a 12 órából egy másodperc az, amiről beszélek, ugye? Ez az utolsó körülbelül 100 esztendő, és ez alatt az egy másodperc alatt ugye csináljuk azt, hogy elkezdtünk elszakadni az izomerőtől, meg a fától, amit ugye el lehet tüzelni, mert vannak a fosszilis energiahordozók, és egyébként mi lesz utána? Ugye, tehát ez a nagy kérdés, mi lesz utána? Vajon az izomerő meg a fa, és a, most ugye nagyon jó fiú voltam, mert vonattal jöttem ide le, de ugye egyszer kiszámítottam, ugye szeretem sajnos a bort, kiszámítottam, hogy megiszom egy liter bort, akkor abban van körülbelül 1 deci tiszta alkohol, ugye ezzel az 1 deci tiszta alkoholval egy személyautót körülbelül 1 kilométerre lehet ugye elmozdítani. Most
hagyjuk a hatékonyságokat. Ez olyan jelent, hogy képzeljék, hogy megintem egy liter bort, és tolnom kellene egy autót, egy kilométer. Ugye, különben ennyit kocsit voltam el. Ugye, miközben egy ember egyébként egy nap alatt, ugye összesen egy ilyen 40 wattos izó tudna, ha tekerni a biciklit, ugye egy dinamót, egy 40 wattos izó tudna ugye világítani. Ezt a frászfarikát, amivel itt vetítgetek egyébként, kellene nekem kb. 40-60 ember, aki tekeri a biciklin a dinamót, hogy én itten óvaszkodni tudjak ezzel a vetítőgéppel. Ugye? De el lehet érzem, hogy ez egy eszméletlenül új világ, egy más világ. Ugye? És akkor jönnek a politikusok, akiket nagyon kedvelünk egyébként, és ugye leülnek és elkezdenek beszélni róla, hogy hát mit csináljuk. Ugye, és hát akkor mindig kitalálnak valamit, és valami miatt ugye, mint közgazdász mondhatom, mindig azt találják ki, hogy hát tegyünk erőfeszítéseket, de mekkorákat, ugye, hát akkorákat, hogy újra válaszolnak bennünket. Ez ugye körülbelül annyit jelent, hogy akkor erőfeszítést lehet tenni, hogy mondjuk le lehet mondani a gazdasági növekedés ugye körülbelül 2%-áról, tehát azt mondja, nem növekszünk olyan gyorsan, mint eddig, mert 2%-át el lehet költeni mondjuk arra, hogy másmilyen legyen az energia szerkezet, másmilyen legyen a klíma, ugye üvegházhatású gázok kibocsátása, változtassunk valamit, javítsunk valamit a helyzeten, ez körülbelül 2%. És ez a 2% ugye, ez elég kéne legyen arra, hogy a föld végül ne följön meg, ugye? A hülye föld meg nem tudja, hogy ez elég vagy nem elég. Ugye? Tehát lehet tudni, hogy valószínűleg nem elég, tehát radikálisan változtatni kellene, és ugye a történetben mindenki egyetért, ugye, hogy át kéne állni, azt ki lehet tűzni célul, és mindenki egyetért, hogy körülbelül a 20% ugye megújuló helyett kéne elérni a 80% megújulót, és a 80% fosszilis helyett a 20% megújuló. Még egyszer mondanám, hogy ez egy olyan cél, ami belefér ebbe a 2%-os történetbe, és amiről a Föld nem tudja, hogy ez neki elég vagy nem elég, ugye? Tehát 2%, de nem tudja a Föld, hogy ez neki majd jó lesz. Az a nem tudom hány fok, az ugye megállítja a helyzetet, vagy nem állítja meg. Világosan látszik, hogy a Föld valami miatt ugye, mint bolygó, olyan különleges kegyelmi állapotban van, hogy körülbelül 14 ezer éve van nekünk egy olyan viszonylag stabil átlagkörülmények, amihez mi emberek képesek voltunk alkalmazkodni, és körülbelül neki köszönhetjük, hogy ilyen sikeresek vagyunk. Most, amit a politikusok be tudnak vállalni, az körülbelül ez, de nem biztos, hogy elég. És ha megnézi valaki ugye ezt az ábrát, ez egy Rolf Üstenhagen nevezetű, ugye Svájcban élő német kollégától származik, és azt mondja, hogy érdemes megnézni, ugye, hogy néz ki az energiafelhasználás szerkezete, és érdemesen megnézni, hogy mik a lehetőségek. Ha valaki nézi, ugye mindig szeretjük ezt a zöldet, ugye, és azt állítjuk, hogy a zöld, a megújuló, az ugye fenntartható egyúttal, és az a legjobb környezeti minőség. Most erről ugye tudnék énekelni egy keveset, hogy így van, vagy nem így van, vagy még lehet, hogy lesz hát időm, és akkor mondom ezt egy vigasztalan szót, de azért mégis ezt gondolom, ugye? Egy biztos egyébként, hogy a megújuló, ez a fenntarthatóságot biztosan szolgálja, hiszen azt jelenti, ugye, hogy visszamegyünk ugye az izomerő meg a fa szintjére, valami, ami kimeríthetetlen, és bizonyos értelemben ugye ez a két dolog, ami izgalmas lehet. Az egyik ugye, hogy mik a időhorizontok, amikről beszélni akarunk. Tehát valaki megnézi, ugye tőlem persze ez nem lehetne várni. Szóval egy közgazdász ez pontosan tudja, hogy ez a nettó jelenérték számítás, mert az egy őrület, ugye megvalósíthatósági tanulmányok is egyebek, nekem kedvenc pénzügyi eszköze, ez legfeljebb 30-50 évet bír ki, de az 50-en sem bírja már ki. Ugye, tehát azt jelenti, hogy fát telepíteni már nem lehet a nettó jelenérték számítás alapján, mert nem létezik ugye, hogy egy másfél-2%-os ugye haszonnal járó tevékenység, ami meg tud térülni, miközben egyébként ugye olyan az elvárás, hogy jobban, hogyha nem 10, hanem 20-30% lenne évente. Tehát közgazdaságilag tulajdonképpen a leghosszabb idő, amiben gondolkodni tudunk, ez 30-50 év. Még egyszer mondanám, hogy a 30-50 évnél már erőszakot veszünk magunkon, mondjuk például a
Stern jelentés, de 0%-os társadalmi diszkontlábban számol, és így jön ki neki ez a bizonyos 2%-ot fordíthatnánk ugye a trimagázok elkerülésére. Ez egy közgazdasági nonsense, ugye? De mint ilyen jellegű projekteknél ugye elszoktunk térni az átlagostól, és elfogadjuk a 0%-os diszkontlábat. De egyébként egy normális projektnél nem fogadjuk el, mert ugye nincs ember, aki befektetne a pénzét egy ilyen feltételek között. Ez az egyik probléma, ugye, tehát hogy mi az az időhorizont, és világos egyébként, hogyha fenntarthatóságról beszélünk, akkor a földtörténeti léptékkel ugye 1000 évekről kellene tudnunk gondoskodni. Na most gondoljuk bele, ugye, hogy amiről dumálunk, az általában 30 év. Tehát azt, hogy még nem merül ki a fosszilis, még van 30 évünk, ugye, és még egyszer mondanám, hogy egy súlyosabb probléma nem az, hogy kimerül, hanem az, hogy megfőzzük a földet. És akkor tehát, hogy 1000 évekről kellene tudnunk gondoskodni, hiszen 14000 éve azért mi tudunk valamit az emberiség történetéről, és azt szeretnénk, ha folytatódna az emberiségnek a története. Na most ez az ábra ugye világosan mutatja, hogy többféle lehetőség van, és megnézzük ugye az egyik, hogy növelni kell a megújulók részarányát, vagy növelni kell, ugye ezek a kék nyilak mutatják, hogy növelni kell a hatékonyságokat, ugye? Tehát például jelen pillanatban érdekes mondani, hogy az EON helyenként 60% fölött van ugye az energiahatékonyságot, illetve ez nagyon szép szám. Ha valaki visszamegy, az első gőzgépek, azok 1% körül voltak, ugye? A legelső gőzgépet csak úgy lehetett használni, hogy az ember egy szép bánya mellé telepítette, ott nyomta ki vele a vizet, meg húzta vele a csilléket, 1%-ot a hatásnak, és senki nem számolta, mennyi szeret üzenetek el. Aztán jöttek ugye a watt, meg a többiek, és megindult az ipari forradalom, 15% energia hatásfokban marha jónak számítva. Ezeket föl lehet tornázni, ugye, és tisztábbá lehet tenni az energiaszerkezetet. Tehát növelem a mennyiségét, ugye, arányát, a részarányát annak, ami tiszta, ugye, vagy javítom az energia hatásfokat, javítom a minőségét, a környezeti minőségét. Most itt van ezek a régi energiáknak szoktuk mondani, ez vagy igaz, vagy nem, mondjuk például Magyarországon például mi elfogadjuk egyelőre az atomenergiát, és azt mondjuk, hogy nem tiszta, de elfogadjuk az atomenergiát. A németek például ugye kimondták, hogy ők nem fogadják el az atomenergiát. Most ez egy nagyon érdekes dolog, ugye, mert ez a másik gondolat, ez a rendszerbe kellene gondolkodni. Mit jelent, hogy rendszerbe kellene gondolkodni? Hogy sajnos egyébként ugye mindenki beszél róla, hogy megéri-e a szélerőmű, megéri-e itt a geotermikus energiának a használata, megéri-e a nap elemeknek a telepítése, sorolhatnám, és mindenki végez mindenféle számításokat. Ezeket föltesszük az internetre, ugye? És világosan látszik egyébként, hogy közben a döntéseket helyileg kellene meghozni egy bizonyos rendszernek az ismeretében. Lehet mondani, ugye itt már elhangzott, hogy ha az Európai Unió vagy a magyar kormány támogatja a projektet, akkor megtérül nem tudom hány év. És ugye egy közgazdász számára ez világos, hogy meddig lehet ezeket támogatni. Addig lehet támogatni, amíg nincs. De abban a pillanatban, amikor számottevő lesz, tehát hogy azt mondtuk, hogy 20%-ról kéne elmenni 80%-ra. A 20%-nál már a határán vagyunk annak, hogy lehet-e még támogatni. Ugye? Mert nem elég rá a bármilyen kincsesen, hogy támogatjuk. De amikor már 60%, akkor mit támogatunk? Milyen gazdaság az, ahol ugye támogatjuk azt, ami döntő részarányokat jelent. Tehát tulajdonképpen a támogatás átmeneti történet, lehet támogatni a kutatást, lehet támogatni a fejlesztést, de nem lehet támogatni ugye azt a vérrendszert, amit ugye gyakorlatilag a gazdaság igénye, nem lehet támogatni hosszú távon, ez tuti fix egyébként, hogy abba fogják hagyni, abban a pillanatban, amikor van, akkor már nem fogják támogatni, mert nem tudják támogatni. Nem azért nem akarják, mert nem lehet támogatni, lehetetlen támogatni. Na most ugye van egy dolog, amit általában viszont nem nagyon szeretünk, ugye, és ez az, hogy lehet csökkenteni az összenergia felhasználást, ugye? Tehát a finnek kb. 70%-kal növelték 15-20 év alatt az egy főre jutó ugye nyersanyag felhasználást, energia felhasználást, mert fejlődtek és nem figyeltek ezekre a tényezőkre, olcsó volt relatíve nekik az energia. Lehetne csökkenteni, ugye? Ezt a történetet, és ugye vannak rá mindenféle
technikák, én most hagyd mondjak egyet közülük, bemenj át ide, és akkor visszamegyünk. Igen. Ha megnézzük ugye a veszteséget, ugye ezek az energia veszteségek 33%, tehát volna lehetőségünk arra, hogy javítsunk az energia mérlegen, hogyha a veszteségeket csökkentenek. És akkor ugye vissza-vissza jön, és van egy nagyon izgalmas dolog egyébként, ugye azt mondjuk, hogy az egyik nagyon-nagyon ugye furcsa lehetőségünk volna, hogyha az úgynevezett stock vagy készletgazdaságot átalakítanánk, ugye flow vagy szolgáltatás gazdasággal. Ez például annyit jelent, ugye, hogy nem veszek autót, hanem csak a mobilitás lehetőségét veszem, mondjuk a jelenlegi csúcstechnológia birtokában fogom magam és beülök egy autóba, amit egy ilyen kártyával ugye elindítottam, leteszem valahol ezzel a kártyával is ott hagyom, és legközelebb valaki, aki ugye belenéz a kis mobiltelefonján lévő GPS-be, hogy haza akar befejezni itt a munkámat, haza akarok menni, kimegyek valahol, itt találok a 500 méteren belül egy autót, és hazamegyek vele. Valaki kiszámítja ugye ezt a történetet, biciklire, mindenre lehetne, mosógépek helyett ugye kiépítjük a mosógépeknek az eszméletlen energiakapacitásokat, stb. Ha ezt a rendszert megvalósítanánk, akkor itt egyébként ugye 50-100-szoros hatékonyságjavulás lehetne elérni. De mindenki érzi, hogy az agyunkat totálisan át kellene programozni hozzá, ugye? Tehát nem lehet státuszszimbólum az autó, nem lehet az én kis kedvesem, aki ugye simogatok és dédelgetek, mert beleszerettem ugye emberek helyet az autóba, az vége van a világnak. Ugye egy olyan világ, nem építek egy akkora lakást, csak azért, mert egy évben kétszer vendégül állt a családot, és el kell férni 30 embernek, nem építek egy akkora lakást, amiben kétszer egy évben elfér a 30 ember, hanem tudomásul veszem, hogy ezt máshol kell csinálni. Nagyon érdekes egyébként, ugye, hogy óriási lehetőséget jelent, mondjuk a háztartási főzés, sütés, meg mindenféle ilyen történt, hanem azt hiszük egyébként, hogy ez milyen nagyszerű, de energia és nyersen a pocsékló dolgok ezek, és most ha vele gondolunk, hogyha eljárnánk ugye valahova egy kedves kis vendéglőbe eszegetni, amikor éppen megéheztünk, akkor barátkoznánk, emberi kapcsolatokat építenünk, és másfajta életminőségünk lenni. Tehát, és óriási jelentősége volna ugye a gazdaság szerkezetének a megváltoztatásába. Na most ugye, ugye világosan látszik, hogy azt mondjuk, hogy az előbb mutattam, hogy különféle országok különböző ugye egyfőre jutó anyag és energia felhasználással érnek el egy bizonyos anyagi életszínvonalat. Ugye, és lehet látni, ugye, hogy tulajdonképpen ugye a 10.000 dollár vagy eurós GDP-ből, ha el akarnánk jutni, mert mindenki el akar jutni ugye ide, ahol a svájciak meg a norvégok vannak, ugye 40.000 fölé, ugye ezt úgy kéne elkövetnünk, ugye, hogy közben nem érjük el ezeket a csúcsokat, mondjuk például a finnek, meg mások már elértek, hanem találnánk ugye egy alagutat, nevezetesen, hogy sikerülne ezt az utolérési effektust, amit ugye valamikor régen nagyon szívesen használtunk, úgy elkövetni, hogy közben ugye igyekeznénk a hatékonyságjavulás, vagy ha úgy tetszik a gazdaság szerkezetének a megváltoztatásával ugye elérni azt, hogy ne nőjön közben az energiafelhasználás. Most egyébként a világ átlagban az energiafelhasználás az elmúlt 30 évben kb. 2%-ot nőtt évente. Ugye én annak idején azt mondtam, hogy 1% GDP-t kb. 2% energia ugye növekménnyel lehet produkálni. Ez az érték most már ugye lement, tehát valószínűleg el lehet érni a gazdaság fenntartását úgy is, hogy körülbelül évente csak 1,2-1,3%-ot nő az energiafelhasználás, de még mindig nőni kell, miközben ugye arról beszélünk, hogy ha megszüntetnénk a fosszilisoknak az égetését, akkor a következő 50 évben még semmilyen hatással nem volnánk a klímára. Ugye, tehát van egy időzített bomba, ami azért ugye ketyeg, és ezek a számok, amikről beszéltem, ezek optimisták lehetnek, messze vagyunk tőle egyébként, egyelőre mindig mondjuk, hogy el fogjuk érni, és még eddig soha nem értünk el, amit kitűztünk célul. Tehát ha Kyoto óta nézzük, hogy mit értünk el
ugye a kitűzött célokból, akkor semmit. Ugye? Valószínűleg egyébként, ha nem tűztük volna ki őket, még rosszabb lenne a helyzet, de ez azért eléggé sovány igaz. Tehát kellene találni ilyen alagutakat. És ugye itt vannak a számok, ha valaki optimista akar lenni, akkor Frankon ugye lehet, nagyon optimista. Megnézhetjük, hogy hogyan nő a fotó, tehát a nap energiát ugye valamilyen módon átalakító fotovoltaik, vagy hogyan nőnek a szél erőművek, és ugye megint itt van a rendszer, amivel általában nem foglalkozunk, ugye nagyon szeretjük ezeket a dolgokat, nem foglalkozunk rendszerrel, hogy ezeket rendszerbe kell illeszteni, vajon mi az a rendszer, amivel beillesztjük őket, ugye? Mit tudom én, a németek például nyilvánvaló, ha egyszer nem akarnak atomreaktorokat, és ott van nekik a tengerpart, akkor akarnak egy csomó ugye szélerőművet. Magyarországon ugye átlag 20% körül van a szélerőműveknek a kihasználtsági lehetősége, kb. Annyit fúj a szél átlagosan. Nem biztos egyébként, hogy olyan szél fúj, amelyiknek örülünk, de fúj valami szél. A németeknél előfordulhatna, hogy ezeknél az offshore erőműveknél ugye a szél akár 24 órán keresztül is fúj. Néha annyira fúj egyébként, hogyha elromlik egy szélturbinájuk, akkor azt 3-4 napig sem tudják megjavítani, mert ugye a tengerben dugó ugye időjárási jelenségek miatt nem tudják megjavítani. Na most egyébként ugye nálunk az a probléma, hogy viszonylag magas ugye az atomenergiának az aránya, és ennek következtében ugye ez egy merev valami, 40% a villamos energia mérlegben. Többet akarunk, ugye újakat akarunk építeni, mert ezeket majd le kell állítanunk. De ha ezeket csináljuk, akkor ugye egy olyan energia termelési lehetőség, mint a szél vagy a nap elemek, ez nem igazán jó, mert ezek nem rugalmasak. Ezek vagy süt a nap, és akkor van, vagy nem süt, és akkor nincs. Ilyen például van valami, mert nem sok, ugye a szél az vagy fúj, vagy nem fúj. Megesik egyébként ugye ezeknél a rendszereknél, hogy valakinek fizetnek, hogy vigye el az energiát, mert különben fejreállok a rendszer szabályozásba, ingyen, ugye? És megesik, hogy meg nem tudom kielégíteni a csúcs lehetőséget, mondjuk Németország 2 napra sötétben marad, ugye egy eszmélet energiabiztonsági problémát, korlátot jelent. Nem lehet magyarul eldönteni az egész rendszer működési logikának az ismerete nélkül, hogy vajon jó a szél, vagy rossz a szél, erőmű, vagy a napelem az megoldás, vagy nem ilyen megoldás, vagy a geotermikus be lehet ebbe a rendszerbe illeszteni, hogy nem. Nagyon nagy valószínűséggel ugye változtatni kellene ugye magán a rendszeren is. Most ha bele gondolunk, ugye mindjárt be kéne fejezem, akkor mutatok, menjünk még tovább. Igen, nem, itt álljunk meg. Ugye van egy probléma, hogy ugye létezik ez a energiarendszer, energiahálózat. Ennek az energiahálózatnak ugye sokáig csak az egyik oldalát vizsgáltuk. Nevezetesen azt az oldalát vizsgáltuk, hogy betápláljuk az energiát, ugye mindenki be akarja táplálni. Tehát valaki belegondol, ma is így van, hogy valamikor régen ugye volt egy nagyon koncentrált energiaforrásunk, ez a fosszilis energia, ez az, ami 2,5 milliárd év alatt keletkezett, és 100 év alatt körülbelül eldoboltuk, vagy eldoboljuk, 2,5 milliárd év alatt keletkezett, és 100 év alatt ugye elkótyavetjéljük. Ez tulajdonképpen nagyon jól tudta táplálni ezt a nagy energiaellátó rendszert. De ilyen pillanatban ugye kezdünk menni a megújulók felé, és a megújulóknak az a sajátossága, hogy kis energiasűrűségben keletkeznek. Sok oka van, például a nap ugye négyzetméterenként süt, és nem hajlandó egybesütni valahol, ahol éppen csinálunk egy nagy napot. Most ez azt jelenti viszont, hogy mi az a logikával próbáljuk felhasználni. Tehát ugye jelen pillanatban a pénz nagy része az energia, az áram átalakításokra megy el, nevezetesen, hogy mondjuk egy tetőn lévő napelem be tudjon táplálni az energiaellátó rendszerbe. A szélturbinának az energiát be lehessen táplálni az energiaellátó rendszerbe.
Valamikor régen is használtunk ilyeneket, csak nem így használtuk őket. A Molnár akkor kelt föl őrülni, mikor volt víz. Ugye? A polderekből a szélkerék akkor nyomta ki a vizet, amikor fújt a szél. Tehát tulajdonképpen ugye van egy másik része a rendszernek, a felhasználási oldal, amit ez ideig egyébként nem szabályoztunk, mert ez kényelmetlen. Amikor arról beszélünk, hogy az embereket meg kéne nevelni, akkor világosan látszik, hogy mire kéne őket megnevelni. És ugye van egy eszköz a kezünkben, ez az eszköz ugye az informatika, tehát tulajdonképpen mondjuk ma már tudjuk egyébként, hogy a villanyautót az tulajdonképpen az olajlobbi írta ki. Nem igaz, hogy nem volt jó, kiírták, mert nem illeszkedett a rendszerbe. Az ő rendszeriának a tárolását. Kérem szépen, ha ugye végignézzük Európában rengeteg ilyen tó van, amiben ugye fölnyomják a vizet, aztán meg leengedik, amikor csúcsenergiára van szükség. De ezekben a tavakban egyébként jelen pillanatban, ami létezik Európában, legfeljebb 2 órára, legfeljebb 2 órára, tehát 2 órát energiaellátását biztosító időre lehet tárolni az energiát. 2 óra a 24 naponta. Ijesztő egy kicsi szám, ugye? Tehát ettől sötétben maradnánk. És gondoljuk meg, hogy sötétben maradunk, mi lenne velünk, nem tudnánk kivenni a pénzünket az automatából, és mikor műtenek bennünket, akkor ugye átkapcsoltak a 6 órás szívműtéteket, átkapcsolták valamilyen vizére, és lévén meghaltunk, mert nem fejezték be, amíg volt nekik a telepekben áram. Tehát ez egy eszméletlen kiszolgáltatott helyzet, de ha például decentralizáltan tudnánk tárolni, mondjuk például a személyautó akkumulátorába, és a többi, akkor ez gyakorlatilag egy óriási ugye, lehetőséget jelentene a megújulók rendszerbe állítását illetően. Mert jelenleg ez egy legnagyobb probléma, hogy nem tudjuk tárolni ezeket az energiákat. Tehát azt gondolom, ugye, hogy ezt a rendszert kellene újra gondolni, és a fogyasztás oldali szabályozását ugye megoldani, és ez egyébként ugye nagyon nagy lökést adhatna a megújulók használatának, mert a jó hírem, hogy más lehetőség nincs. Körülbelül még egy szlájdot bemutatok, mert azon akartam befejezni, ezzel akartam befejezni, mert humoros akartam volna lenni. Ugye ez azt jelenti, hogy marha jó, mert ugye megnyertük a vitát a klímaváltozást illetően, és mint látjuk, ugye itt ennyi látszik ki a templom toronyból, de nekik van egy csomagjuk, amivel frankon ugye el van. És van itt egy gyönyörű szép idézet véletlenül ugye egy lengyeltől, mert itt a Péter volt olyan kedves, hogy emlegette ezt a nemrégi eseményt, ami azt mondja, mindig fogunk találni néhány eszkimót, ugye, aki a kongóiaknak tanácsokat ad arra, hogy mit kell csinálni a meleg idején. De állítok, az eszkimók a meleghez marhára értenek. Köszönöm a türelmüket. Miután rohan az idő, azért egy kérdést azért engedjük meg a közönségtől. Hogyha valaki a professzor úrnak kérdést feltenne, akit megfizetett, akit előre megfizettük, az most ilyen. Az az ember éppen kimentett róla, aki lássak el. Egyelőre senki? Ha nem, akkor nekem lenne egy kérdésem. Én pedig igen. Hát én csak azt szeretném nézni, hogy Magyarország szempontjából mi hogy nézünk ki ezzel a energiával, mondjuk az elkövetkező 20 évre vonatkozóan. Mert most ugye tudni kell azt, hogy 8%-on állunk per pillanat, tehát az összenergia felhasználás szempontjából 8% volt, 2008-ban 5,6 volt, tehát valamit fejlődtünk. És ennek 80%-a, ez pedig foszilis energia felhasználás gyakorlatilag. Tehát akkor erre lenne egy kis válasz. Igen. Hát nem akartam itt bele tenyelni ebbe a problémába, mert vannak itt, akik biztos sokkal jól értenek hozzá, de vannak olyanok biztos, akik elkötelezettek valami mellett. Na. Szóval tudnék mutatni ábrát, van itt olyan, hogy mondjuk a szélerőmű esetében a közgazdászok 7 méter per szekundumos szélsebességnél kezdik általában rajzolni a diagramot. Tehát onnantól kezdik nézni, hogy ugye mi megy, mekkora a haszna. 7 méter per szekundum. Magyarországon az átlag szélsebesség 4 méter per szekundum, tehát ez azt jelenti, hogy ugye Magyarországon a szél történet, hát az egy nagyszerű ötlet. A meteorológusok, akik értenek hozzá, azt állítják, hogy ez a nagyobb hülyeségek közé tartozik.
működik, amik támogatják, meghaladnak, nem fogják támogatni. Érdekes egyébként, hogy a biomasszáról ugye lehúztuk a vizes lepedőt, ennek ugye sok oka van. Az egyik például az Európai Unió agrárpolitikája, ami például a nem műveled meg a földedet, akkor többet kapsz, mint hogyha leművelnék. Most ezt egyébként tuti fix, hogy abba kell hagyni. Magyarországon rengeteg olyan terület van egyébként, ami nagy valószínűséggel ugye energetikai célú biomassza termelésre alkalmas, és rengeteg olyan ember van egyébként, akinek nincs mit csinálni, tehát valószínűleg csinálni kellene, még akkor is egyébként, ha mondjuk ugyanez a jelenség Mexikóban éhínséget okoz, mert az amerikai fővásárolják ugye a kukoricát, és szerencsétlen mexikói innentől kezdve nem tud enni. De Magyarországon valószínűleg, ezért mondom, hogy regionálisan, helyileg kellene eldönteni ezeket az ügyeket. Magyarországon szerintem még egy pár esztendeig, amíg mondjuk nem jön be Magyarországra néhány millió ugye ember onnan el kell nekik menekülni, nem csak Hollandiából fognak jönni. Tehát ugye addig ezt érdemes volna csinálni valószínűleg. És persze ugye vannak lehetőségek, mert mit tudom én, Magyarországon valami miatt ugye közelebb vagyunk a pokolhoz, a geotermikus rádiás nagyon magasabb, mint ugye másoknak, a megyek arra lefelé, tehát ebben is van egyfajta potenciál. Most nagyon rossz hír az az, hogyha valaki kiszámítja, hogy mekkora lesz az emberiség energia szükséglete, és mekkora az az energia tömeg, amit képesek ők megtermelni, akkor ebben a szükséglet jelen pillanatban nagyobb, mint amit meg kéne termelni. Tehát teljesen mindegy, hogy mennyiért termeljük, a végén kénytelen leszünk megtermelni. Mert nem tudjuk a szükségletet olyan mértékben csökkenteni. Na most ebből kiindulva egyébként szerintem mindenfajta lehetőséget meg kéne ragadni, és mondjuk Magyarországnak, meg Európának ugye energiából és élelmiszerből önállátónak kellene lenni, mert különben kiszolgáltatott helyzetben van, és ez, amikor azt mondtam, hogy meg kell változtatni teljes egészében a gondolkodásunkban, akkor ilyenekre gondoltam. Köszönöm szépen!